Jó estét kívánok, kedves nézőnk! A konkrét mai vendége Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sok minden történt természetesen a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzatnál is, hiszen a koronavírusos időszak az teljesen új helyzetet teremtett, ráadásul plusz feladatok is voltak. Hogyan sikerült áthidalni ezeket a plusz feladatokat, és hogyan lábaltunk ki ebből az időszakból? Köszöntöm a nézőket, valóban nagyon sok mindent hozott ez a koronavírusos időszak. Nyilván a megyei önkormányzat életében is voltak változások, hiszen egy jogszabály értelmezést követően kiderült, hogy a közgyűlések, bizottságok összehívása az nem opcionális, tehát nem úgy szól a jogszabály, hogy az elnök vagy adott esetben a települések esetében a polgármester hozhatja meg a döntéseket szükség szerint, hanem neki kell meghozni ezeket a döntéseket, tehát nem is volt arra törvényi lehetőség, hogy egyébként a közgyűlés, illetve a bizottságok a saját jogaikat gyakorolhassák, ez automatikusan átszállt az elnökre, illetve a polgármesterre. Tehát ez nyilván egy olyan helyzetet teremtett, amikor kellő bölcsességgel kellett hozzáállni a kérdésekhez, és én magam is törekedtem arra, hogy kizárólag a lehető legszükségesebb döntéseket hozzam meg, elsősorban azokat, amelyek valamilyen európai uniós fejlesztésekkel kapcsolatosak, tehát nyilván a települések fejlesztései nem szenvedhettek hátrányt amiatt, hogy itt most koronavírus járvány miatt a döntéshozatali eljárás az máshogy zajlott, illetve hát egy nagyon fontos kérdést kellett még meghoznunk, ez pedig a megyei rendezési tervnek a felülvizsgálata utáni elfogadása volt, aminek azért volt nagy jelentősége, mert a vállalkozások, a különböző települési önkormányzatok ennek a rendezési tervnek a keretén belül gondolkodhatnak a következő években, és már egy nagyon elavult, korszerűtlen, régi típusú rendezési terv volt érvényben, és mivel nem lehetett tudni, hogy mikor lesz vége a járványnak, ezért ezt a döntést elkerülhetetlenül meg kellett hozni. Voltak olyan döntések is, olyan feladatok, ami a koronavírus helyzettel kapcsolatos volt, és arra külön oda kellett figyelni? A védekezés elsősorban állami feladat volt. Nyilván a Megyei Védelmi Bizottságon keresztül is a tájékoztatást folyamatosan megkaptuk, megkaptam jó magam is. Szerencsére az állami szereplők és egyébként az önkormányzatokon keresztül a szociális ellátásban érintettek, vagy szintén az állam részéről, ugye a tankerületekben az oktatás és a felsőoktatásban érintettek is, kitűnően látták el a feladataikat, ugye a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a tisztiorvosi szolgálat pedig gondoskodott arról, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek, és itt a megyében is egyébként egy rendkívül kedvező helyzet alakult ki ahhoz képest, ami egyébként más térségekben, tehát Magyarországon belül is úgy a középmezőnybe kerültünk a vírusfertőzöttek számát tekintve. Mert rosszabbra számítottunk, ugye mindenki rosszabbra készült. Az a lényeg ilyenkor, hogy készüljünk föl a legrosszabb eshetőségre, készüljünk föl azoknak a feladatoknak az ellátására, és ha nem lesz szükség egy ilyen veszélyhelyzetben, akkor annak örülhetünk, de természetesen azok a tapasztalatok, vagy azok a rendszerek, amik most kiépültek, akár a kórházat érintően, vagy akár más rendszereket érintően, ezek hasznosak lehetnek akkor is, hogyha ez a vírus visszatér, mert ugye a szakemberek azt mondják, hogy ez elkerülhetetlen, hogy majd egy második hullám ismét beköszönjön, és akkor ezeket az intézkedéseket alkalmazva már elkerülhető lesz az, hogy egyébként egy tömeges fertőződés érje itt Győr-Moson-Sopron megyét. Most viszont már működik a megyei közgyűlés, ezt láthattuk, csütörtökön volt ezúttal ugye a közgyűlés, fontos döntéseket is hoztak, illetve hát bemutatkozott majd a leendő főkapitány, rendőr főkapitányról van szó. És új teremben nézzük a külsőségeket, mert eddig megszokhattuk azt a termet, amit a megyeházán működik, és mindig ott bonyolították le a közgyűlést. Házon belül költöztek? Mi történt a házon belül? Tulajdonképpen részben az akadálymentesítés jegyében, részben pedig informatikai korszerűsítés miatt volt arra szükség, hogy egy új termet alakítsunk ki, és egy korábbi raktár és irattár
illetve irodai funkciókból alakítottunk ki egy olyan termet, ami jobban alkalmas arra, hogy a közgyűléseket megtartsuk, ami képes arra, hogy jobban megjelenítse azokat az előadásokat, vagy azokat az információkat, amik a döntéshozatalhoz szükségesek. Egy kicsit még gyerekcipőben járt az informatikai fejlesztés, de most már tudjuk, hogy mik azok a hiányosságok, amiket le kell küzdeni annak érdekében, hogy gördülékenyen mehessenek az ülések, és valóban nem a terem a lényeg, hanem inkább az, hogy ott milyen döntések születnek, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is ez jellemezte a megyét, és egy nagyon konstruktív együttműködés alakult ki a képviselők közül, de a miénk egy hálás feladat, mert itt a politikai acsarkodás vagy vitáknak kevésbé van helye, hiszen elsősorban területfejlesztéssel foglalkozunk, olyan infrastruktúráknak a kialakításával, a nyomvonalának a megjelölésével, vagy olyan lobby tevékenységért, ami egyébként mindenki számára hasznos, illetve a településen lakók életét azt könnyíti meg. Szeretnénk, hogyha olyan szolgáltatások, olyan fejlesztések jönnének létre a legkisebb településen is, amelyek biztosítják azt, hogy a GDP-hez ugyanúgy hozzájáruló állampolgárok megfelelő, hasonló színvonalú szolgáltatásokat tudjanak kapni, mint egy nagyvárosban, nyilván észszerű kereteken belül, de ez azért is fontos, mert mondjuk itt, mivel most Győrben vagyunk, nyilván a közlekedési beruházásokon kívül van nagyon sok olyan kérdés, ami érinti közvetett módon Győr városát is, hiszen eddig például az volt a jellemző, hogy bizonyos szociális ellátórendszerekben vagy egyéb területen a vidéki települések vagy a Győr térségi települések azok a győri ellátórendszert terhelték, és az nyilvánvalóan egy kedvezőtlen helyzet, hogyha mondjuk egy bölcsődei férőhely tekintetében egy győri édesanya azért nem tud helyet kapni a gyermekének, mert egyébként van egyfajta körzeti ellátási kötelezettség, és ezért is fontos az, hogy ezeket a szolgáltatásokat építsük ki helyben. Ez egyrészt megtartja a kisebb településeken is a népességet, másrészt közlekedési könnyebbséget jelent, hiszen nem kell oda-vissza menni ezeknek az embereknek, hogyha helyben elérik a szolgáltatást, és hát nyilván jó a győrieknek is, akik innentől saját magukat kell, hogy ellássák, illetve nekik biztosítódik ez a lehetőség. Tulajdonképpen akkor említett is néhány példát, de az látható az elmúlt hónapokban, hogy minthogyha a város és a megye kapcsolata szorosabb lenne. Itt ez például jó példa volt, amit említett. Mivel lehetne még jobban összedolgozni, együttműködni, akár pályázatokban van olyan lehetőség, ami a közös munkát erősítheti? Most alakul ki a következő időszak Európai Uniós forrás felhasználásának a szabályrendszere. Ebben dr. Dézsi Csaba András polgármester úrral is együtt dolgozunk. Nyilván azzal, hogy professzor úr lett a polgármester, és hát köztudott, hogy mi több évtizede dolgozunk együtt, és jó személyes kapcsolatban vagyunk, így a munka az gördülékenyebben zajlik, sokkal könnyebben megértjük egymást. Sokszor mosolygunk azon is, hogy gyakorlatilag bizonyos dolgokról nem is kell beszélnünk, hogy tudjuk, hogy mit gondol a másik, és ez hozza azokat a helyzeteket, hogy könnyebben tudunk föllépni mondjuk egy kormányzati lobby tevékenység tekintetében, és ez úgy gondolom, hogy jó lesz Győrnek is, és jó lesz Győr-Moson-Sopron megyének is. Nyilván az az érdekünk, hogy minél több fejlesztési forrás, minél több olyan pozitív jogszabályváltozás szülessen, ami számunkra itt előnyös, és ezért fogunk együtt dolgozni a közeli jövőben is, és hát remélhetően nagyon hosszú távon is. És akkor várjuk a konkrétumokat ezzel kapcsolatban. Viszont vannak olyan fejlesztések, pályázatok, ami már aktuális a nyár, illetve szeptember-októberben. Mik a legfontosabbak, amire érdemes odafigyelni? Tényleg nagyon sok pályázat van, tehát erről most én itt nem tudnék a műsoridő keretein belül beszámolni. Nyilván a területfejlesztési forrásoknak a szétosztásának a vége felé járunk, hiszen 2020-ban idén zárul az Európai Uniós ciklus. Nyilván még van ennek egy ilyen kis áthúzódó időszak, és a következő ciklus pedig még nem kezdődött el. Ha az Európai Bizottság és az Európai Unió elfogadja végre
a 7 éves költségvetését az uniónak, utána még ugye nemzeti alprogramokra kell bontani ezeket a költségvetési összegeket, és utána határozhatók meg azok a feladatok, vagy azok a pályázatok, amire majd itt pályázni lehet, de addig is vannak kormányzati források, amik elérhetőek. Győr több nagyszabású fejlesztés előtt áll, de erről majd a városiak beszéljenek leginkább, de én azt gondolom, hogy jó haladnak a kormányzati tárgyalások fejlesztések ügyében, illetve hát vannak olyan nemzetközi pályázatok is, amiket érdemes még benyújtani. Itt a szlovák-magyar program és az osztrák-magyar határmenti program is érinti a megyénket, érinti a várost is, és egyébként itt még vannak pénzügyi források, a közeljövőben zárulnak szintén majd ezek a lehetőségek is, úgyhogy most még érdemes az utolsó pillanatokat kihasználni, ezek a közösségi programoktól, a beruházást érintő kérdéseken át mindenféle szempontból kínálnak lehetőséget, mind a civil szervezeteknek, mind az önkormányzatoknak, mind pedig a gazdasági szereplőknek. Megyei úthelyzet az ugye nagyon fontos, és évek óta azon dolgozik, hogy legyen rá forrás, pályázat. Nézzünk néhányat, a Pápai út, illetve mellette, amivel mi is foglalkoztunk, az, ami egy friss dolog, az a Szigetközi elkerülő, talán az még gyerekcipőben van, de a Pápai út fejlesztésében reménykedhetünk? A Pápai útnak egy sikeres közbeszerzési eljárása zajlott le. A rendszer most úgy működik, hogy először a közbeszerzésen meg kell, hogy ismerjük az árakat, és az árak ismeretében kell a forrást hozzárendelni ehhez az úthoz. Itt szerencsére a várakozásoknak megfelelő összegre tett ajánlatot a nyertes kivitelező. A munka megkezdéséhez most a forrásbiztosítás időszaka zajlik. Itt már szerencsére lobbizni nem nagyon kell, hanem egyszerűen csak a költségvetési forrást kell majd hozzátenni. Ehhez az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, ugye akik a közlekedésért felelősek, már készítik a kormány előterjesztést, úgyhogy reményeim szerint jóváhagyást fog kapni ez az útfejlesztés. Ennek annyi az érdekessége, hogy gyakorlatilag a Győr tét szakasz az finanszírozható Európai Uniós forrásból, és a Tétpápa szakasz az, amire hazai költségvetési forrást kell biztosítani, mert az Európai Unió nem tekinti elég forgalmasnak ezt az utat ahhoz, hogy ehhez teljes mértékben hozzájáruljon. Aztán ugye jó hír, most ugye Győr és Sopron között karácsonykor már gyorsforgalmi úton közlekedhetünk, tehát azért ez is egy jó, és hogy a határ megközelítés szempontjából is ez egy fontos dolog. Még mielőtt a 1401-es, tehát az Alsó-Szigetközi tervezett elkerülő útra rátérnék, előtte azért szeretném elmondani, hogy még van egy fontos feladatunk, ugye Győr és Székesfehérvár között, Győr és Kisbér között rendkívül nagy a teherforgalom, ami miatt egyébként személyautóval is nagyon nehézkes a közlekedés, és itt van egy olyan kezdeményezésünk a minisztérium felé, amit a megyei közgyűlés is támogatott, és az érintett települések, meg hát Komárom-Esztergom megye önkormányzata is, hogy a 81-es útnak a Győr-Kisbér szakaszáról tereljük el a tranzit forgalmat az autópálya és a 13-as út felé. A 13-as út az ugye Komárom és Székesfehérvár között úgyis fejlesztésre kerül, és van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy a kamionforgalom az tiltódjon ki, legalábbis a nemzetközi áruszállítás része erről az egyébként nagyon forgalmas szakaszról, ahol sok a baleset is. És akkor hát rátérve... Egy pillanat, igen. Hogy ez mikor válhat aktuálisra, hiszen itt a nyári közlekedés időszakában már egy nagy lélegzetet vehetnének az ott élők. Vagy ez hosszabb folyamat? Ezt vizsgálni kell, ugye ennek az elrendelése az megint a közlekedési tárcának a hatásköre. Itt azért vizsgálni kell azt, hogy egy ilyen mértékű kamionforgalmat, ha 13-as útra átterelünk, akkor a 13-as útnak a terhelhetősége azt képes-e elviselni. Nyilván olyat sem tehetünk, hogy egy rosszabb helyzetet alakítunk ki, mert az nem megoldás, hogy az egyik helyről átvisszük, és akkor a másik helyen lesz majd sokkal rosszabb, tehát ott is a közlekedés biztonsági elemeket mindenképpen ki kell alakítani, de a javaslat azért lehet előnyös a lakosság számára, mert gyakorlatilag Győr
így Győr és Mor között nem érintene lakott területet a közlekedés, úgyhogy tulajdonképpen a lakosság szempontjából vitathatatlan előnyei lennének ennek, de hát nyilván itt a szállítmányozást, a megnövekedett költségeket, illetve hát még azért egyéb útfejlesztést is kellene ehhez hozzátenni. Arra kértük a szakminisztert, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét, és hát amennyiben ez elakad, akkor tovább fogunk lobbizni, hiszen elég jelentős lakossági támogatottsága is van ennek a kérdésnek. Csak most nézzük a Szigetköz ügyét, az is nagyon fontos lenne. Valóban, tulajdonképpen a 90-es évek óta rendkívüli mértékben megnövekedett a lakosságnak a létszáma itt a Győr térségi településeknek, és ez egy nagyon nagy autóforgalmat is indukált. Ugye ez részben talán egy picit Győrben egy elhibázott városfejlesztésnek köszönhető, hiszen nem nagyon maradtak már elérhető áru, sőt, talán egyáltalán nem maradtak olyan telkek, ahol családi házban lehetett élni, vagy családi házat lehetett építeni, és ezért nagyon sokan anyagi megfontolásból, meg azért, mert nem is volt lehetőség, kiköltöztek a környező településekre, illetve hát más országrészből érkezők is gyakran választották a győrtörségi zöldövezeti, szinte kertvárosi jellegűnek tekinthető településeket, így aztán mondjuk győrzámoly lakosság száma több mint háromszorosára nőtt az elmúlt néhány évtizedben, és hát ezt ha még hozzátesszük, hogy ez mennyi jármű növekedést eredményezett, ugye egyrészt a gazdasági fellendülésből, az egyéb jóléti, vagy az emberek jólétének a növekedéséből, akkor hát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ellehetetlenültek ezek a települések, nem lehet az úttest egyik feléről átkelni a másik oldalra, és bizony nagy szükség van arra, hogy ezt a mintegy 10-12 kilométernyi szakaszt megépítsük, és hát erre is van egy kezdeményezésünk, lobbiztunk miniszterelnök úrnál, és Nagy István miniszter úr, aki egyébként a térség országgyűlési képviselője is, ő is rajta van ezen az ügyön, és hát mi egyelőre a megyei rendezési terven a nyomvonalát jelöltük ki ennek az elkerülő szakasznak, ami Dunaszeg és Győr között, ott ugye Vámosszabadi közigazgatási területén a Szitásdom 2 lakóparknál érné el a 14-es utat, és hát ez, ha megépülne, ami azért sajnos egy 7-10 év legalább, hogyha minden pénz rendelkezésre áll, akkor lélegezhetnek majd fel ezek a települések. És akkor most arra várnak, hogy rábólincsanak ugye a minisztériumba erre az ügyre, hát erre a projektre? Azt szeretnénk, hogyha a miniszteri elrendelés alapján a NIV ZRT megkapná azt a feladatot, hogy a beruházás előkészítésével foglalkozzon. Ugye mi a kereteket biztosítottuk, a lakossági egység, a polgármesterek egysége az megteremtődött ebben a kérdésben, mármint hogy hol legyen a nyomvonal, tudjuk, hogy hol lennének a rácsatlakozások az egyes településekről, hiszen olyan elkerülő utat építeni, amit aztán nem használnak a települések lakói, nyilván nem volna értelme, úgyhogy fontos volt, hogy ezeket az egyeztetéseket megcsináltuk, nyugvópontra helyeztük ezeket a kérdéseket, és most arra lenne szükség, hogy a tervezés, a környezetvédelmi engedélyezés, ezeknek a dokumentációi el tudjanak indulni. Ezek azért sok éves időtartamot fognak majd jelenteni, tehát még nem tartunk ott, hogy egyáltalán a kivitelezés lehetővé váljon, hanem az előkészítési munkákat kell legelőször elindítani. Többek között ehhez kívánok jó munkát, akkor nem lesz unalmas a nyárban, egészen biztos vagyok. Én kitartást és jó lobbizást kívánok a különféle témákhoz és a projektekhez, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink, ez volt a Konkrét, legközelebb pénteken találkozunk, addig is a viszontlátásra. Együttműködő partnerünk a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.